elindult a szüreti felvonulás Majoson. Többen szekéren vagy utánfutón ülve mentek végig a településen, de voltak, akik a hagyományos formáját választották a felvonulásnak. Az eseményt második alkalommal rendezte meg a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület. Nagyon fiatal egyesület vagyunk, Majoson az első ilyen hagyományőrző talán, holott a falunnak azért nagyon komoly hagyományai múltja van ugye a bukovény székelyek által. Az egyesületünk bármilyen rendezvényt utóbbi időben ugye áldatlan állapotok miatt próbálunk, de azért amikor lehet, akkor csináljuk, és tulajdonképpen mindegyik hagyományteremtő, mind olyan jellegű rendezvények, ami csak is a hagyományainkról szól, az őseinktől, amit kaptunk, azt szeretnénk továbbadni, mert van egy olyan érzésem, hogy a faluba kimaradt minimum egy generáció ebből, ennek a megéléséből, megismeréséből, és most próbáljuk ezt pótolni, amint talán a kicsi gyerektáncos csoportunk is bizonyítja. Ugye ők azért utánunk már második generáció, de úgy érzem, hogy nekik sikeresen át fogjuk tudni ezt adni. A szüreti felvonulás során a település 8 különböző pontján álltak meg, ahol mulatni hívták az utcaemberét. A lakók minden állomáson frissítővel, süteménnyel és volt, hogy szendvicssel várták a hagyományőrzőket. Pap Domonkos elmondta, sokan támogatják őket. Nagyon sok minden barátságból és kölcsönségből ad. Tehát mi egy fellépőért nem kell fizessünk, egy szekérért, kocsiért, hintóért, lovas, senkinek nem kell fizessünk. Nyilván ilyen, hogy sátor, zenekar, ilyen pénzbe kerül, de azt adományokból, illetve ilyen hozzájárulásokból meg tudjuk oldani. Tehát abszolút támogat a falu, igen. Minden szempontból, anyagilag is és erkölcsileg is. Az egyesület elnöke azt is elárulta, legfontosabb céljuk, hogy ne hagyják elveszni a székely hagyományokat. Ahogy haladunk előrébb, egyre jobban ezt érzem, és hogyha erről kell valakivel beszélnem, mindig egy kicsit elérzékenyülök, mert tehát most látom az értelmét, hogy de jó volt, hogy ezt kitaláltuk egy-két-három éve, és de jó, hogy elkezdtük. Annak idején csak a gyerektánccal kezdtük el 11-12 gyerekecskével. Nyilván a szülők kellettek hozzá, nélkülük ugye nem megy a 6-7-8 éves gyerekekkel, de ahogy haladtunk, és ahogy a szülők is látták, hogy a gyerekek igenis meg tudják tanulni, és ami még fontosabb, hogy örömüket lelik ebbe, és szorgalmasan, ügyesen tanulnak, és nagyon odálltak. Tehát azt mondhatom, hogy sok mindent levettek már a válunkról, és ők maguk nagyon ügyesen szervezkednek, csinálják, és most is lehet látni, tehát itt van, szerintem olyan 22 gyerekecske van itt, és legalább annyi szülő is, mert lehet, hogy mindenhol nincs itt mind a két szülő, de nagyon, tehát nagyon odaállnak a szülők, igen. Ugye az a generáció, akiről mondtam, hogy hát mintha egy kicsit kimaradtak volna. Ez a legfontosabb, hogy ne haladjanak ugye a generációk, hogy mit a harmadik, negyedik, ötödik generáció már azt se tudja, hogy honnan jött, miért van itt, mik a gyökerei, és ezért szeretnék mindenképpen.